Talán így állt eddig a fikusz, nem tudom, most átállítottam át, ahogy jó lesz, mert múltkor kimaradt. Sziasztok, Matilda vagyok, és mégiscsak lesz egy második karácsonyi videó, úgymond a csatornán. Idén, mert rájöttem, hogy eddig minden évben csináltam könyvkarácsonyfát, úgyhogy idén is csinálok. Illetve már megcsináltam, mire ezt az intrót felveszem. Szokásos módon a könyveimből a szobámban, úgyhogy kicsit visszatérünk az eredeti helyszíne. Kicsit csálé lett, és amikor a legtetejét építettem, nem láttam, hogy nem fér bele a kamera a nézőterébe, úgyhogy az ott kicsit állítgattam közben, de a csáléság miatt legalább hasonlít, amilyen fánkink szoktak lenni, mert mindig ferdék és csálék szegények. Valahogy mindig sikerül rosszat választanunk, na nem baj, így szeretjük őket. Úgyhogy igen, ez egy ilyen rövidke kis videó lesz, de ez nálam már hagyomány, hogy minden évben építek karácsonyfát könyvekből, és így gondoltam, ez egy teljesen jó videó téma, mert hát könyvekből van, tehát könyves. Könyvkarácsonyfával szeretnék mindenkinek kellemes karácsonyi ünnepeket kívánni, és még az évvégi Baki parádékban találkozunk. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!